Londin Gáspár története nem egyedi. Bárkivel megtörténhet, hogy elveszíti munkahelyét, és hosszasan nem talál helyette másikat. Magánéletesen boldog, és az idő is kezd el járni felette. Mindezekből drámának kategorizálhatnánk a Vörösmarty Színház új darabját. A Finito azonban egy komédia. Az irónia eszközével állít tükröt mai világunk elé. Legjobb hagyományok a Goldonitól, a Molière-en át, a Gogoltól kezdve, tehát mindig azok voltak az igazán jó vígjátékok, amik mögött azért állt egy valós történet, és akkor aztán azt tudott, hol meglepően drámai, hol aztán pedig egy ilyen harsogó, meg harsány vígjátéki lenni. Tehát azt gondolom, hogy alapjában véve ez az igazán izgalmas. A szereplők versben mondják el gondolataikat, tempósan pörögnek az események, amiket zenés betétek szakítanak meg. Mindezen eszközök viszik előre választott útján az öngyilkosság felé Gáspárt. Erről beszélgettünk, hogy ez érintett engem meg valaha komolyan, és nem. Tehát akárhogy kutatok az életemben, akármennyire rosszul voltam, nem gondolkoztam el tinédzserként sem, hogy még játékból sem, hogy ezt szoktuk, hogy akkor én most világgel megyek és végzek magammal és beszedem a nyugtatókat. Azt hiszem, hogy ez nem kapott el, úgyhogy én ezzel küzdök igazából, hogy ezt megtaláljam. Hát kutatok magamban. Minden szereplő egyaránt fontos a darabban. A megjelenő karakterek mindegyike kell ahhoz, hogy teljes legyen a történet. Péntektől önök is megtudhatják, hogy végül hova jut el Blondin Gáspár, és vajon ki az erősebb, ő vagy a halálából hasznot remélő és a színen feltűnő felbojdult tömeg.